Szakértő vendégünkkel folytatjuk itt az M1-en. A jogállamisági jelentés napjainkra pénzügyi zsarolási eszközé vált. Amelyik tagállam a saját szuverén nemzeti érdekeiért kiáll a brüsszeli vitákban, annak sorsa a megbélyegzés. Erről beszélt az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatója. Kovács Attila elmondta, hogy a Magyarországról frissen kiadott jogállamisági jelentés megállapításai szerint hazánkban volt előrelépés a korrupció, a fékek egyensúlyok, a médiapluralizmus és az igazságszolgáltatás terén, de még mindig nem kielégítő a helyzet. A jelentés így továbbra is azt javasolja, hogy függesszék fel a Magyarországnak járó forrásokat. Ebben a témában kérdezi vendégét itt Anilla a folytatásban. Így van, Zila Jánost, az Alapjogokért Központ elemzőjét kérdezem a következő percekben, akit élőben kapcsolunk Tusnádfürdőről. Jó estét kívánok! Hallottuk itt a felvezetésben, hogy ez a jelentés megállapítja, hogy történt javulás az Unió szerint Magyarországon a jogállamisági kérdések tekintetében, ugyanakkor továbbra is azt javasolják, hogy tartsák fel függesztve a nekünk járó forrásokat. Ha van előrelépés, akkor miért van? Miért nem akarják továbbra sem odaadni azt, ami Magyarországnak jár? Pontosan ez az, ami nyilvánvalóvá teszi azt, hogy itt egy politikai furkósbotról van szó, egy politikai bosszú hadjáratról. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Tulajdonképpen Brüsszel folytatja azt, amit korábban elkezdett. Ugye Magyarország, a magyar kormány igyekezett azokat a feltételeket teljesíteni és konstruktívan hozzáállni a tárgyalásokhoz, amelyeket Brüsszel korábban támasztott annak kapcsán, vagy azért, hogy a Magyarországnak jogszabályok szerint járó forrásokat biztosítsák hazánknak, és ez, az ezeknek köszönhető fejlesztések, vagy ezek felhasználásával elkészülő fejlesztések, azok megindulhassanak. Brüsszel azonban mindig újabb és újabb feltételekkel jött elő, és tulajdonképpen ennek a kutyakomédiának láthatjuk most egy újabb fejezetét. Különböző érveket hoztak fel ráadásul, itt megjelenik a szuverenitásvédelmi törvény, Magyarország, a magyar kormány fellépése annak érdekében, hogy kívülről ne tudják a magyar választók helyett eldönteni a legfontosabb hazánkat érintő politikai és közéleti kérdéseket. Brüsszelnek ez nem tetszik, ezt nem veszi be a brüsszeli bürokráciának a gyomra, hiszen éppen az ő céljuk az, hogy Magyarországot különböző kérdésekben rászorítsák, rákényszerítsék arra az útra, amit ők jónak találnak. Tulajdonképpen említhetjük itt elsősorban a háborút, a háború tüzelését. Magyarország egy külön utas politikát folytat, ami nagyon komoly ellenállást váltott ki Brüsszelből, hiszen Magyarország a békéért igyekszik fellépni. Orbán Viktor a jelenlegi pozícióját, Magyarország jelenlegi pozícióját, a tanácsi soros elnökséget is igyekszik ennek érdekében felhasználni. Ugyanis ez lenne Európa érdeke. Brüsszelben viszont máshogy gondolkodnak Európa érdekeiről. Nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai baloldal az, amelyik tudja befolyásolni Brüsszelt ebben a kérdésben, és úgy, mint sok más kérdésben, említhetjük itt a szankciók kérdését is, amelyekkel tulajdonképpen Európának a versenyképességét Brüsszel lenullázta. Ezek a lépések, vagy a határvédelem, ugye ezzel kapcsolatban is folyik egy nagyon komoly vita, és ott is nagyon komoly pénzügyi kényszerítésről van szó. Beszélhetünk egyébként a gyermekvédelmi törvényről, ami szintén előkerült korábbi megszólalásoknál és brüsszeli érveléseknél, hogy ezek miatt nem lehet folyósítani olyan forrásokat, amelyek a magyar embereknek járnak. Érdekes ugyanakkor végig gondolni, hogyha Brüsszel ennyire számon kéri Magyarországon a jogállamisági normákat és kérdéseket, akkor az mennyire fér bele a jogállamiság témakörébe, hogy ugye a Patrióták Európáért frakció nem kapta meg azokat a tisztségeket és pozíciókat, amik járnak az EU harmadik legnagyobb frakciójának, mert ugye úgymond egészségügyi kordont vontak köré, de hát mégiscsak itt sok millió választó akaratából ülnek ott azok a képviselők. Igen, itt 20 millió választó akaratát helyezik teljes mértékben zárójelbe. Tulajdonképpen abszolút egy kettős mércéről beszélhetünk. Brüsszel magával szemben nyilvánvalóan
nem alkalmazza azokat az eszközöket, amelyeket a különutas politikát folytató tagállamokkal szemben, illetve gyakorlatilag itt Magyarország az, amit kiemelhetünk. Korábban ugye Lengyelországgal is szembe mentek, de hát ott ugye a kormányzat, a kormányváltás következtében egy abszolút Brüsszel-barát kabinet került pozícióba. Abból is látszik, hogy Lengyelországhoz hozzáállnak, és a lengyelországi folyamatok amilyen hatással voltak Brüsszel hozzáállására. Ebből is látszik, hogy micsoda kettős mérce van érvényben, és hát ugye említhetjük a patriótáknak a gyakorlatilag ellehetetlenítése mellett azt is, hogy ugye a jogállamisági mechanizmus tulajdonképpen azt a célt szolgálná, hogyha valamelyik állam olyan módon sérti a jogállamisági értékeket, hogy az az Európai Uniónak a költségvetési érdekeit sérti, tehát pénzügyileg valamilyen problémát okoz, akkor lehet visszatartani forrásokat. De most itt erről nyilvánvalóan nincsen szó, hiszen ott például a szuverenitásvédelmi törvény nem látjuk, hogy hogyan sérteni az Európai Unió pénzügyi és költségvetési érdekeit. Míg például említhetjük Ursula von der Leyennek az SMS botrányát, na ott például erősen felvetődik az, hogy a bizottság elnökasszonya megsértette az Európai Unió költségvetési érdekeit, és gyakorlatilag hát az emberek kárára valószínűleg ő maga vagy a családja járt jól. És itt van most az olajügy, hogy Ukrajna nem engedi át a Lukoil szállítmányait a Barátság kőolajvezetéken, ugye ez Magyarország és Szlovákia ellátását veszélyezteti. Hazánk kezdeményezett egy egyeztetési eljárást, ugyanakkor úgy tűnik, hogy az Európai Unió nem ítéli meg olyan súlyosnak a helyzetet, és nem igazán siet megsegíteni a saját tagállamait Ukrajnával szemben. Ez is azt mutatja, hogy Brüsszel egyáltalán nem foglalkozik az európai polgároknak az érdekeivel és az ő elképzeléseikkel. Nyilvánvaló, hogyha ez a helyzet sokáig fönnmarad, és Ukrajna tulajdonképpen továbbra is egy ilyen politikai furkósbotként használja a kőolajszállításokat, illetve azoknak a leállítását, akkor az magyar és szlovák állampolgároknak a benzin költségein és az energia költségein ez nagyon erősen meg fog látszódni, és tulajdonképpen ilyen módon az ő pénzügyi érdekeiket sérti mindez. Brüsszel pedig a füle botját nem mozdítja, azért nem mozdítja, mert Brüsszel a háborúba, a háborús konfliktusba tulajdonképpen önmagát is belehelyezte, az egyik háborús fél oldalára helyezte önmagát, nem az európai érdekeket helyezik az előtérbe, hanem meg akarják nyerni Oroszországgal szemben az ukrajnai konfliktust, ezért öntenek oda pénzt, paripát, fegyvert, míg az európai polgároknak az érdekei kevéssé érdekli őket. Zila Jánosnak Tusnád Füdőről köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm.